az, hogy a csapat a világ élvonalában ott maradt, az ebből a decimált játékos állománnyal óriási eredmény, és hát a kollégám mondta, a dán kollega, hogy hát ők nagyra tartják a magyar kézilabdát, és ott vagyunk, hál' Istennek, a világ élvonalában, de ma ők jutnak tovább, és ez engem végtelenül bosszant, hogy ez a magabiztosság, ez a önbizalom, ami az első fél időben jelentkezett, és sajnos egy olyan támogatást kaptak, véleményem szerint, ami 4-5 labda elvesztésével, kétes ítéletekkel, amivel én nem szoktam foglalkozni, és utána olyan helyzetbe hoztak bennünket, amiből borzasztó nehéz volt újra fölállni. Fél időben azt gondoltuk, hogy 0-0-ról játszunk egy nagy csatát, és megpróbálunk minden labdáért úgy küzdeni, hogy ebből lerohanás legyen, és sikerült is. Följöttünk, labdánk volt a döntetlenre, és hát nagyon sajnálom, hogy több dolgot nem tudtunk megvalósítani. Elsősorban a világsztár átlövő sorukat, azt gondolom, hogy ezzel a védekezési rendszerrel a belső területen abszolút kontrollat tartottam, hiszen alig tudtak gólt lőni. Ami nagyobb probléma, hogy ennek az áldozata a szélső játékban való nagyobb terület megnyitása és a széles játékkal való úgymond rizikóvállalás, és ebből nem tudom, a két szélső két oldalról, de több mint 11 néhány gólt kaptunk, és ez eldöntötte a mérkőzést. Ebben azt hiszem még előre kell lépnünk, és hát mindenképpen azt gondolom, hogy a magyar válogatott pontszerző helye rendkívül dicséretes ezen a világversenyen. Ez a második fél idő játék, azt hiszem, hogy fantasztikus volt. Ezt az első fél időt pedig le sokkal határozottabban, sokkal keményebben, még annak a rizikójával is, hogy még 6 perc ember hátrányba kerülünk, föl kell vállalni, mert ezt a puha befejezéseket, ezt a féltávoli ráugrós faultokat, amiket elvettek, ezt nem szabad ennyi erőt adni az ellenfélnek.